A nagymamám azt mondta, hogy ez maradjon a mi titkunk, fiam. Akkor még hallgatásra voltak ítélve a meghurcoltak, de ma már beszélhetünk róla. Molnár D. Erzsébet történésszel folytatjuk. A kapun senki nem jöhet be! A csomagokat itt hagyhatják, majd mi bevisszük! Hallottam! Itt kell hagyni a csomagokat a kapuban! Biztos, hogy nem hagyom, itt nem azért hoztam! Sose kapják meg! Hogy itt hagyom! Valamennyi csak megkaptak belőle! Rágyák nekik oda! Zsigmond Dezső rendezett egy filmet, a Sátánfattyát, amelyik egy női szemmel tekint vissza erre a történetre. Apját, testvérét elhurcolják, őt megerőszakolják az orosz katonák. Azon gondolkodtam, hogy a falu megveti ezt a nőt, mert ugyebár teherbe marad az orosz katonák után. Az apja megveri, és Tarpai Vikivel, a film főszereplőjével kicsi vitába szálltunk, és én azt mondtam, hogy ez nem lehetett így, hisz nem egy nőről van szó, akit megerőszakoltak, hanem több nőről van. És nem lehet így, hogy megveri az apja. És azt mondta, hogy az apja nem azért verte meg, mert hibáztatta, hanem a rendszer gyűlölte olyan szinten, hogy a lányán verte le. Igen, én is így gondolom, és egyébként azt szerintem a filmből is nyilvánvaló, hogy az apja utána meg is bánja a tettét, de az a harag, ami benne felgyülemlik. Az a tehetetlenség. Igen, ez a tehetetlen dű, így vezeti le. Ugye, és szegény megesett lány, akinek amúgy is van elég baja, ugye ő lesz az elszenvedője, még az édesapja haragjának is. Gyere ide, te! Gyere ide, te! Fúss, szaladj, bújj el! Hová, édes? A szülőházban sincs maradásom. Eszter, csak... talán nem igaz. Szóval igaz? Te meg a katonák? Hogy engem is azért engedtek haza? Amúgy a naplókban nagyon sokat olvastam arról, hogy annak köszönhető, hogy nagyon sok magyar túlélte, vagy arányában több magyar túlélte a táborokat, hogy nagyon összetartottak, segítették egymást, ha megbetegedett az egyik, akkor összespóroltak abból a nagyon pici ételadagból, hogy megmentsék az életét, mikor a lába üszkösödött, akkor próbáltak cipőt adni neki. Szóval volt ott egy összetartozás. Különböző túlélési stratégiák voltak, ha lehet így fogalmazni. És az egyik valóban az összetartozás, az, hogy segítették egymást, akármilyen módon, élelem megosztás terén, betegség idején, vagy az, hogy próbáltak egymásba tartani a lelket, mert nyilvánvalóan különbözőek vagyunk, valaki inkább hajlamosabb az összeroppanásra, valaki tovább bírja a megpróbáltatásokat, és hogyha ez nem lett volna meg, ez az összetartozás, akkor valószínűleg sokkal többen haltak volna meg. És van még egy dolog, ami nagyon sok interjúból kiviláglik, mint megtartó erő, ez a hit.
ilyen megnyilatkozások vannak, hogy aki nem hitt, annak vége volt. Tehát amikor imádkozva, magukba fordulva, vagy akár egyházéneket dúdolva kizárják a külvilág szörnyűségeit, és elmenekülnek valahogy a saját maguk kis belső világába, ha csak egy pár percre, de akkor is. És hogy valóban mennyire fontos volt az, hogy higgyenek abba, hogy egyszer vége lesz ennek, és túl fogják élni, és hazakerülnek. Tudatom veled, hogy ide a messzi Urálba hoztak minket. Vasat óvasztunk. Gyengék vagyunk, soványak, hogy a szél is elfolyna minket. Jól becsaptak minket. 3 hétig hoztak vonaton idáig. Közben csak egyszer adtak enni. Víz helyett meg olvat. A barokban, ha lefekszem, mindig azt kívánom, hogy veled álmodjak. Azt mondja a Zsoltár, minden elmúlik egyszer. A mi kilódásunk is elmúlik. Előbb-utóbb csak hazamehetünk. Csak azt nem tudjuk mikor. Kedves Eszter, 3 esztendő is lenne abból a 3 napból, amit nekünk hazudtak. Ugye akkor is megvársz. Nagyon sok adat van, különböző adatok, hogy hány embert hurcoltak el, és hány ember élte túl. Mai napra hol tartunk? 1945-ben összeállítottak Kárpátalján egy listát, egy névsort falvanként, portánként, hogy honnan hány embert vittek el, honnan hány ember raboskodik Szovjetunió beli táborokban. És ebből a listából összeírva, tehát valóban falvanként az elhurcoltak neveit, azt mondhatjuk, hogy kb. 30 ezer nevet tartalmaz ez a lista. Ebben a 30 ezerben nincsenek benne azok az emberek, akik mondjuk útközben meghaltak a szolyvai menetben, és hazajöttek. Ott is nagyon sokan ott is haltak meg, és ugye nyilvánvalóan őket 45-ben már nem vették fel erre a listára. Hát előbb mesélted, hogy érzelmileg néha nehéz volt független maradni. Bennük milyen sebeket szakítottál fel? Igen, felszakadtak azok a sebek. Nagyon gyakran felszakadtak. Előjött ugye sokszor ugye a hangfelvételeken, ugye ha visszahallgatjuk, akkor nem ritka az, hogy sírva mondják el ugye a történeteiket. Volt, hogy én is sírtam, együtt sírtunk nyilvánvalóan, tehát ott nem lehetett ezt végigülni száraz szemmel. Ezért is nagyra értékelem egyébként azt, hogy hajlandóak voltak elmondani, illetve tudatosult bennük ennek a fontossága, mert ennek ellenére, hogy fájó pont, de ugyanakkor az is fontos, hogy nem felejteni nem akarnak nyilvánvalóan, tehát nekik is fontos az, hogy ne merüljön feledésbe. De egyébként, ha már itt tartunk, ennek megfigyelhető volt az ellenpéldája is. Volt olyan idős bácsi, hogy tárkarokkal fogadott, és azt se tudta, hogy mit pakoljon elém, süteményt, és hogy végre valaki van, aki ezzel foglalkozik, mert az unokájának már 100-adjára mondja el, és ő már unja ezt az egész történetet, és hogy végre valakit érdekel, felfigyeltek erre, meg fog jelenni, ha megjelenik, küldjük el neki is, tehát ez az oldala is megfigyelhető, hogy semmi félelem nem volt benne, nagyon örült annak, hogy napirenden van ez a téma, és hát nagyon szíves fogadtatásba részt, és nem akartak elengedni, és órákig ültünk az asztalnál, és ment a diktafon, és csak mesélt, és mesélt, és mesélt. Ez a legkönnyebb, lányom. Ellökni az életet. De Isten ellen való vétek.
Csak neki van joga elvenni. Az ember tűrjön. Erre rendeltetett. Te nem vétkeztél, lányom. Tiszta lelki ismereted. Hát élni kell. Élni muszáj. Családon belül a gyász történeteket, például, hogyha egy férj tudta azt, hogy a felesége meg volt erőszakolva, vagy a lánya, akkor ezt mennyire tudták elfeledni, eltemetni, vagy tabunak számított? Nyilvánvalóan egy tabusított téma volt a családban, ez a része a dolognak, de hogy mennyire sikerült eltemetni magukban, ugye van a pszichológiának egy olyan ága, ami az elhurcoltaknak a lélektanával foglalkozik, és a kutatók mondják azt, hogy tehát egy bizonyos transzgenerációs tróma figyelhető meg. Tehát annyira nem sikerült az érintetteknek eltemetni magukba, hogy gyakorlatilag átöröklődik ez a fajta történet még a gyermekekre, vagy akár az utódokra is például. És, ezzel mit magyaráz, hogy esetleg egy következő generáció ettől depressziós lesz? Vagy megfigyelhető ez például. Most egy konkrét példát említve csak, ugye a németekben tudatosították az, hogy belesújkolták, hogy ők bűnös nemzet, és akkor az utódokba is ez oly mértékben bele lett súlykolva, hogy kihat rájuk, vagy a személyiségüket formálják tehát ebbe az irányba negatív módon. A férfi elhurcoltak esetében pedig ott nagyon sokan nyilatkoznak úgy, már a hozzátartozók, a gyermekeik, hogy nem beszélt az édesapjuk egyáltalán arról, hogy mi történt vele. Nem akarta elmondani, nem akart fájdalmat okozni a saját családjának, a feleségének, a gyermekeinek, és egyszerűen nem mondta el. És már amikor nagyon beteg volt, például a halálos ágyán, ott jön ki belőle az egész történet, és akkor tudták meg, hogy verték, hogy kinozták, mit kellett, hogy átéljen, és így tudták meg a gyermekei. És évtizedeken keresztül csak mindig azt látták az édesapjukon, hogy nagyon szomorú, ugye visszatért a lágerből, de nem az az ember jött vissza már, mint aki elment. És ugye a lágerévek, meg az elhurcolásnak a körülményei, az így végig egyfajta ilyen szomorúságot rajzoltak, tehát az arconásain is végig ez további életében ez megfigyelhető volt, és akkor, amikor elmondta, hogy mi történt vele igazából, akkor értették meg a családtagok is, hogy miért volt ez, miért történt. Túlélőként még azt is nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy te túlélted, viszont a barátod nem. És ahogy közölni kellett a rokonokkal, szomszédokkal, hogy mi történt, nagymamám mesélte, hogy a boldogságunk keveredett a szomorúságunkkal, mert igen, az én apám hazajött, de a szomszéd pedig teljes gyászban ott ült és zokogott. Igen. És ezzel szembenézni. Igen, ezzel szembenézni. Egyrészt ott a lágerben is. Tehát ugye a fizikai nehézségek, az éhezés, a betegségek mellett, a fizikai megpróbáltatások mellett ott volt a lelki részének a dolognak, hogy tehát a halál mindennapos jelenség volt ugye a lágerben, és akkor, amikor meghalt valakinek az apja, a gyermeke, a testvére, a barátja, akkor ezt ott neki feldolgozni. A másik része pedig már a hazatérés után, ahogy említetted is, tehát valóban, hogy ott szintén vegyült az örömbe ez a szomorúság, vagy ez a keserűség, hogy az én hozzátartozom hazajött, de a szomszédomé nem. Hullottak ott az emberek, mint ősszel a legyek. Nem volt ott rendes étel. Egész idő alatt moslékon tengődtünk. És fekhely se volt. Ezzel szem virasztottak ott az emberek a szabad ég alatt, akik nem bírták a talpon állást, estétől reggelig lerogytak a fagyos földre. Reggelre belepte őket a hó. Húszasával hányták őket a szekérre, akár az ölfát. Vitték az előre megásott gödörbe. Thank you.
Kárpátaljának van egy másik gyászos története, a ketté zárt falu. Kis Szelmenc és Nagy Szelmencről beszélünk, amit 44-ben kettészeltek. És családokat szakítottak el egymástól. Van egy nagyon szomorú történet, amit civilek mesélnek, hogy az unoka a nagyszülőknél volt, elhúzták a szúrósdrótot, és még akkor sem találkozhattak, mikor férhez ment a lány, már felnőtt, hanem kijött a szúrósdróthoz, megmutatta magát, hogy milyen menyasszonyi ruhája van, és ott sírtak a határ egyik oldalán és a másik oldalán. A Szelmenci történet az a szovjet döntéshozatal embertelenségének és észszerűtlenségének az egyik ilyen legkirívóbb, hanem a legkirívóbb példája, hiszen itt családokat vágtak ketté a szó betű szerinti értelmében. És igen, és amikor ugye a háború végén szovjet megszállás alá kerül a terület, akkor ugye először még a határt a temető közt húzták meg, tehát olyan értelemben választották ketté, vagy vágták ketté a temetőt, hogy az egyik része ugye Szovjetunióhoz, Szovjet-Ukrajnához tartozott, a másik része pedig az akkori Csehszlovákiához. Innen született a dal, hogy ellopták az apám sírját, oda menni nem lehet. Így van, innen született, és hiszen ugye a családok, hozzátartozók nem tudtak átmenni az elkerült sírok meglátogatására, nem keríthettek sort erre, és hát ugye az embereknek a találékonysága, vagy hogy próbálnak életben maradni egy ilyen helyzetben, hogy mivel nem volt lehetőség ugye a kapcsolattartásra, és a szöges dróton kívül először még egy deszka palánk is elválasztotta a településnek a két részét egymástól, tehát nem is láthatták egymást ugye a rokonok, a családtagok, a hozzátartozók, hogyha haláleset vagy valamilyen fontos esemény történt és tudatni akarták, akkor ezt az asszonyok ugye dalba, népdalba, nótába szőtték, és akkor úgy hallották meg az elszakított részen lakó rokonok, hogy mi történt, meghalt valaki, gyermek született és egyebek. Zelei Miklós írt egy dokumentumregényt, aztán a színházban készítettünk erről egy előadást, és szerintem az egyik leghitelesebb előadásunk, mert a miénk. És volt olyan előadás, amikor megnézte a férjem, és azt mondta, hogy ne sírjatok, hanem sírattassatok, de egyszerűen amikor elkap az az érzés, amikor nem tudod lenyelni ezt a gombócot. Valóban Zelei Miklós a leghitelesebben dolgozta ezt fel a munkássága során, és egyébként pont a darab, amiről beszélsz, sor került egy bemutatóra akkor, mikor itt mi pont konferenciát szerveztünk a főiskolán az elhurcolások kapcsán. Talán 2004-ben, ha jól emlékszem, ez abban az, és nagyon sok magyarországi előadó volt, és a programnak a része volt a este a színházi előadásnak a bemutatása, és azon túl, hogy én ahányszor megnézem, ahogy mondod, mindig elkap a sírás, és mindig ugye lubbőrzik az embernek mindene, őket olyan szinten hatotta meg, és mondták is, hogy ilyet egyáltalán, tehát valóban azon túl, hogy az ember tisztában van a történelmi tényekkel, de amikor ilyen szinten ragadja meg valami, és hogy szinte át tudja élni az eseményeket, az teljesen más. Készítettek erről egy filmet is, Hranyica címmel. Egy öreg néni mesél arról, aki időközben megvakult, és 2005-ben megnyitották a kis határt, és kivezetik oda az öreg nénit. Megfogja, és azt mondja, hogy jaj, de jó, már nem szúr. Amikor az élő történelem megszólal, hiszen ők átélték, megélték az egészet, és ebben mondatban minden benne van, valóban úgy gondolom. Az a keserűség, amit ők átéltek. Ugye megnyitották ott a gyalogos, 2005-ben a gyalogos határt, és valamennyivel ugye a helyzet változott, de
de azért nem egy szálmentről beszélünk. Zelei Miklós zsenialitása azt, hogy ő abszolút budapestiként írta meg ezt a történetet, hogy több mint 10 évig kutatta ezt a témát. Én megmertem volna esküdni, hogy Kárpátalján született, vagy van valamilyen hozzátartozása, de nem. Nem, és igen, valóban az élharcosává vált ennek a történetnek, és hát nagyon hosszú küzdelmet folytatott annak érdekében, hogy ott megnyilhasson. Szerinted a mai generáció még tud ezekről a történetekről? A tankönyvekben ez nincs benne, abszolút, és ezért mondom, hogy ez a tanártól függ, hogy meg kell találni rá az időt, a kiskaput, a módot, a módszert, hogy a diákjainkkal ezt az eseményt, ami, hogyha visszamenőleg, hanem már nem is a nagyszüleik, de a déd vagy az ükszüleik révén valószínűleg ők is érintettek, akkor tudják azt, hogy mi történt. Nyilvánvalóan, hogy telik az idő, egyre nehezebb dolgunk van, hiszen már... Egyre jobban történelemmé válik. Egyre inkább történelemmé válik, és azok az idős túlélők vagy szemtanúk, akik valóban élő történelemként meséltek erről az eseményekről, egyre kevesebben vannak köztünk. Tehát akiknek még úgy szívügyük volt, ahogy az előbb is utaltam rá, hogy az idős bácsi ugye már az unokájának elmondta 100-szor, és már örült, hogy elmentünk és megkerestük. Ugye már ők már egyre, tehát nem igazán vannak már, mert hol vagyunk a 24. órán is szerintem a túlélőket illetően, hiszen már vagy nincsenek köztünk, vagy már egészségügyileg nincsenek olyan állapotban, hogy erről beszélni tudjanak. És hát innentől kezdve pedig valóban a felmenők, tehát a felmenő generáció, illetve azoknak a szülőknek, és nagyon fontos szerepük van ebben, hogy továbbadják a történetet. A magyar állam érdemkereszttel tüntetett ki ezért a kutatásodért. Meglepődtél? Igen, szó szerint meglepődtem. Tisztán él az emlékezetemben az a pillanat, ahogy ott állok a konyhában, az egyik kezemben a telefon, a másikban a hagyma, és válaszolnom kell arra a kérdésre, hogy elfogadom-e a felterjesztést a Magyar Arany Érdemkeresztre. És egyébként az első gondolat, ami végigfutott bennem, így az agyamba, hogy lehet, hogy tévedés történt, és vissza is kérdeztem. A kollégáid nem biztos, hogy... Vagy nem, valaki igen, meg akar viccelni, és visszakérdeztem, hogy de biztos, hogy rólam van szó. És akkor mondta a konzul úr, hogy igen, igen, biztos, hogy én vagyok az, és akkor mondtam, hogy igen, hát akkor a legnagyobb tisztelettel elfogadom, és így került arra sor, hogy 2017. augusztus 20-a alkalmából én is átvehettem ezt a kitültetést. Gratulálok hozzá! Hát nagyon szépen köszönöm! Most van ugyebár a 75. évfordulója, és készül egy gyalogtúra Munkácstól Szolyváig. Egy napos. Ezen sokan részt szoktak venni, ezen a gyalogtúrán? Igen, sokan részt szoktak ezen venni. Ugye 2004-ben volt az első ilyen, aztán pedig 2014-ben is megismételtük, és főiskoláról is nagyon sok diák megy, illetve hát Kárpátalja településeiről nagyon sokan mennek, a magyar közösségek, az elhurcolt családtagok, akik részt vesznek ebben. És amikor megtettük ezt a távot 2014-ben, ugye Munkács és Szolyva között ez kb. 26 km távolságot jelent, tehát kb. 500-an tettük ezt meg. Akkor én azt mondom, hogy menjünk el minél többen, és még tiszteljük a múltat. Így van, ennyivel tartozunk az ő emléküknek. Uraim, ne feledjék! Éljenek a nők!